reggel, Miskolc! Jó reggel mindenkinek! Jó reggelt kívánok október utolsó vasárnapjának kedves nézőknek. Mai egy órás műsorunk tartalmából néhány cím. Ismét Miskolcon az Aerokaritás, hogyan zajlik a patikák privatizációja, frizuradivatok. Bemutatjuk a Miskolc film következő részét. Egy gyors hír műsorunk elején, tegnap délutánra a Fidesz országos választmánya a Miskolci Egyetemen elnököt választott. A leadott 76 szavazatból Fodor Gábor a Fidesz alelnöke 23, Szájer József 53 szavazatot kapott, így az új testület elnöke lett. Az elnökkel készült beszélgetést terveink szerint a szerda esti regionális magazinban látják majd. Kezdjük heti összefoglalónkat egy múlt hétvégi eseménnyel, amikor is több ezren nézték végig a privát profit autóversenyt. Zenés etüdünk az érdekesebb pillanatokat örökítette meg. Jó kis játék felnőtteknek, és ha már játékot mondtam, akkor hadd áruljam el, hogy ezúttal nem lesz játék, arra kérem a nézőket, ne telefonáljanak, majd legközelebb pótoljuk a
mai elmaradt játékot. Szerencsére ezen az autóversenyen sérüléses baleset nem történt, bár néhány autó karosszériája kissé meggyűrődött. Jó hír viszont az úton közlekedőknek, hogy hosszabb kihagyás után ismét rendelkezik Miskolc és környéke mentőhelikopterrel. Valamikor ősszel, mégpedig tavaly ott fejeztük be a beszélgetést, hogy az Aero Caritas helikoptere fogta magát és elrepült Miskolcról. Örömmel vettük tudomásul, hogy néhány nappal ezelőtt visszatértek. Minek köszönhető ez a megtérés, visszatérés? Hát ennek a történetnek talán én örülök a legjobban, mert Borsod megye azért az a szívem csücske. Itt kezdtük a sürgősségi légimentést tulajdonképpen. Nagyon fájt, hogy annak idején el kell, hogy menjünk innen, de ha egyszer nincs pénz, akkor se menteni, se repülni nem lehet. Most van pénz? Egy teljes szervezeti, bevetési, irányítási, pénzügyi korszerűsítésre került sor az Aero Caritas alapítványnál, svájci tanácsadók segítségével, és Svájcban a REGA 40 éve működik az egyes emberek támogatásával. December 6-án úgynevezett légimentőrségé alakultunk át, nem mentőszolgálatként működünk tovább. Nagyon röviden ez annyit jelent, hogy együttműködünk a rendőrökkel, a tűzoltókkal, hisz egy megye nem olyan gazdag, vagy egy térség, hogy külön mentőrendőr tűzoltó helikopter tartson. Ez azt jelenti, hogy a sürgősségi mentés mellett eltűnt személyek kutatását is végrehajtjuk. Kisebb-nagyobb környezeti vagy ipari katasztrófák esetén repülünk. Új telefonszámuk is van, én arra kérdem, hogy ezt mondja el, mert jó, ha tudják a nézőink. Korábban nagyon sok problémát okozott, hogy a tagjaink nem tudtak bennünket közvetlenül elérni, hisz megyénként változott a helyzet, hogy a mentőszolgálat vagy továbbította a kérést, vagy nem. Ma van egy új hívószámunk, június 1-je óta működik a Repülés és Bevetés Irányító Központ Aero Caritas, rövidített nevén Rebeka. A 06-os körzetszámon, a 22, 33, 44, 55-ös telefonon bárki kérheti a segítséget életveszélybe került embertársa érdekében reggel 7-től napnyugtáig. Nagyon tetszik nekem az új akció, amelyet majd valamikor novemberben indítanak, és már látjuk is a képen azt a kis igazolványt, amelyet kiadnak majd. Mit kell tudnunk erről az igazolványról, mire jogosít ez minket, és egyáltalán hogy lehet majd hozzájutni? Megreformáltuk a tagsági rendszerünket, és én ezúton kérek elnézést azoktól, akik nem jutottak időben, vagy egyáltalán az igazolványukhoz. Most az új igazolványokat előre odaadjuk, és körülbelül egy hónap múlva megjelennek a gyógyszertárakban, és nagyon sok házi orvosnál. Az igazolvány maga díjmentes. Egy háromoldalas mentős cseklistát is tartalmaz, amit házi orvosnak illik kitölteni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ez tényleg életet menthet adott esetben, és minden információ, ami a Caritasról szükséges, benne van. Aki akarja, befizeti a tagdíjat, aki nem akarja, megtartja az igazolványt, de megtanulja a hívószámunkat. De ez azt jelenti, hogy igénybe is veheti a szolgáltatást, tehát aki egy ilyen igazolványra rendelkezik, ugye, és a tagdíjat nem fizet, én arra gondolok, ha ne adj Isten olyan helyzetbe kerül, azért önök segítenek rajta? Nem függ a tagságtól, tehát ha egy segélykérés érkezik, az irányító központ soha nem kérdezi meg, hogy pártoló tag-e nálunk az illető, hanem egy percen belül választad arra a kérdésre, hogy tud-e mentőhelikoptert küldeni, és a mentőhelikopter hány perc múlva lesz a helyszínen. Azt azonban el kell, hogy mondjam, hogy utólag megvizsgáljuk a tagságot. Ha valaki nem tag nálunk, akkor a repülés költségét percenként 1000 forintot kénytelenek vagyunk számlázni, hisz ha azok pénzén, akik támogatnak bennünket, tartósan olyanokért repülünk, akik utólag sem segítenek, akkor azokon nem tudunk segíteni, akik ehhez adtak. Hát én ettől függetlenül azt hiszem, hogy megköszönhetem az Aero Caritasnak ezt a segítséget, hogy végső soron egy kis kitérő után, de visszatértek Miskolcra, és én azt hiszem, hogy talán az a legjobb jó kívánság, hogyha azt mondom, hogy minél kevesebbszer kelljen használni ezt a helikoptert, és inkább álljon ott a repülőtéren szépen nyugodtan. Én köszönöm önöknek, hogy nyilvánosságot biztosítottak, és köszönöm azoknak, akik segítettek, és remélem egyre többen lesznek, de mindenképpen humánusokból bárkinek a rendelkezésére állunk, és a segélykérés mindig díjmentes. Az egészségügyhöz tartozik a következő filmünk is, melyben arra próbáltunk választ keresni, hogy hogyan áll a gyógyszertárak privatizációja. Annyit el kell mondani a teljesség kedvéért, hogy Borsod megyében a kinevezett privatizációs biztos nem vette át a megbízó levelét, a vagyon kérdésében pedig bírósági eljárás van folyamatban.
szenvedő alanyai vagyunk az egész privatizációnak, ugyanis jelen pillanatban az önkormányzat és az állami vagyonügynökség között megy a vita, hogy ki a tulajdonos, és miután csak tiszta tulajdont lehet privatizálni, ilyen formában hát egyelőre csak mi is tanúi vagyunk ennek az egész eseménynek. Mi történik az önök gyógyszertárával, ha mondjuk a magánkézbe kerül? Meg tudják-e tartani a dolgozókat, fent tudják-e tartani önmagukat? Hát ez a gyógyszertár szerencsés, itt valószínű, hogy a gyógyszertári dolgozók, akik jelenleg itt vannak, azok megtarthatók, tehát aki dolgozik, az mindenki maradhat, és miután ez Miskolcon egyik nagy gyógyszertárnak számít, így ez nyereséges, és ez a gyógyszertár. Az emberek, az ide betérő emberek mit szólnak a gyógyszerárakhoz, milyenek a tapasztalataik? Ez nagyon változó, függ mindig attól, hogy ki milyen anyagi helyzetben van. Sajnos az idősebbek sokszor nem viszik el a gyógyszert, vagy csak egy dobozt visznek el, viszont van olyan is, akitől nek megmondjuk, hogy milyen drága, és szinte megsértődik, hogy hát mit foglalkozunk mi ezzel, ő ki tudja fizetni. Mérhetetlenül fel vagyok háborodva. Nagyon fel vagyok háborodva, mert a kis nyugdíjasok egyszerűen képtelenek kiváltani a gyógyszereiket. Most például 7 gyógyszert kellene elvinnem, el fogok vinni 2. Miskolcon már működnek magánpatikák. Észrevette valami különbséget? Tehát olcsóbbak, drágábbak? Én azért kérdezem, mert ugye szó van arról, hogy privatizálják, tehát magánkézbe adják a gyógyszertárakat. A magángyógyszerek azért jók, mert szinte mindenféle gyógyszer megtalálható, de árakban nincs különbség. Mit jelentett önnek személy szerint a privatizáció? Hát sajnos előre nem tudjuk még. Ez az állandó bizonytalanság, amiben élünk. Lehet, hogy jobb lenne, nem tudom. Minden esetre egyelőre ez az átmeneti állapot, ez nem jó. Nem jó az, hogy a beteg előbb megkapja a privát gyógyszertárba a gyógyszerét, mert több helyről be tudja szerezni. Talán a gazdálkodáson múlik, hogy nálunk is minden hiánycikk meg lenne, a beteg itt is hozzájuthatna, és attól, hogy állami gyógyszertár vagyunk, ez minket nem zavar, meg talán lehet, hogy ez a biztos rossz jobb, mint az a bizonytalan jövő, meg nem ebben nőttünk fel, meg nem ezt hallottuk, nem ezt tanultuk, nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Most pedig jöjjenek velünk Miskolci sétára. Az elkövetkező 22-23 percben város történeti sorozatunk 5. részét láthatják. Legutóbbi sétánk végpontja a tetemvári deszkatemető és templom, a város egyik magaslati pontjának is tekinthető. Innen kőhajításnyira terül el az a néhány száz négyzetméternyi terület, amelyet a Kazinci és a Battyányi utcák, a Deák tér és a Hősök tere zár közre. Ez lényegében nem egyéb, mint a középkori újváros magja. Miskolc legárnyasabb, és egyik leghangulatosabb utcája, a legforróbb nyári napokon is enyhet adó, kellemes, nyugodt sétát ígér. A forgalom lüktető, a járdán azonban rohanó embert ritkán látni. A környezet alakítja viselkedésünket. Annyira, hogy a más vallásúak is áhítattal lehalkítják lépteiket, ha a görög ortodox egyház templomának kertjébe betérnek. A misztikum ereje kézzel tapintható. Bizánc korokon átívelő sejtelmes sugárzása ma is hat ránk. Ostimia ma
A miskolci görög közösség 1785-ben kezdte el templomának építését. Eredetileg egy grandiózus kupolás templom tervét fontolgatták, de a kor és főként a város ízlése ennek útjában állt. Túlságosan hivatkodónak tartották. A túlnyomó részt protestáns előjáróság rosszallását méltányolva döntöttek a görögök a mai formájú egytornyú templom mellett. Tervezője és építésze az osztrák Johann Michael Scheidler volt, aki a kor ítészei szerint josefinista gondolatait is beleálmodta a barokk templom együttesbe. A templom belseje klasszikus módon három része tagozódik. A pronaoszra, előcsarnok, egyben a nők helye, a naoszra, a hajó, és ez a férfiaké, valamint az oltárra, amely az ortodox templomoknál magát a szentét jelenti, és ez az egyetlen, hiszen más szentek a templomon belül nem kaphatnak külön oltárt. Az oltár előtt lépcsővel megemelt pódium, a szólea helyezkedik el. Az ezen álló diadalívben látható a mai Magyarország legmagasabb 16 méteres ikonosztazionja. A hatalmas későbarokk képfalat Jankovics Miklós szerémségi származású egri fafaragó és műhelye készítette. Ikonjait néhány kivételével Anton Kuchelmeister bécsi festő festette. Te elhunyt szolgáid feltámadása, élete és megnyugvása, és néked zengünk dicsőséget a te kezdet nélkül való atyáddal, és szentséges, jóságos és éltető lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökön, örökké. Felbecsülhetetlen értékű egyházi kegytárgyak az ortodox egyházi múzeumban tekinthetők meg. A templom belső díszeinek, tárgyainak gazdagsága méltó kifejezője annak a szorgalmas munkával elért jólétnek, amelyben a miskolci görögöknek részük volt, de bizonysága áldozatkészségüknek és példás, vallásos hitbuzgalmuknak is. Még két érdekesség. A templomtornyot 1875-ben egy óriási szélvihar ledöntötte. Még abban az évben újjáépítették. A századfordulóra megfogyatkozott görög családok mellett miniszteri jóváhagyással a templomot a városban nagy számban élő bulgárok és a szorvány orosz ajkúak is használhatták. Az ortodox múzeum 1986-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, de az épület, amelyben helyet kapott, közel két évszázada, 1805-ben épült Janovics Jemnakis Ferenc alapítványából, s majd egy évszázadon át a görög kompánia magas színvonalú magániskolája volt, hat tanteremmel, gazdag vallásos és természettudományos könyvtárral. Leghíresebb professzora a Szmirnában végzett 13 nyelvet beszélő kiváló tudós Apostolovics János volt, akinek pedagógiai és tudományos munkássága Miskolc kultúrtörténetének legbecsesebb lapjaira kívánkozik. A Magyar Ortodox Egyházi Múzeum, amely 1986-ban nyitotta meg a kapuit, ez év októberének utolsó napjával sajnos bezár. Az egyházi ingatlanok visszaadása úgy hozta, hogy az Ortodox Egyház visszajutott eredeti tulajdonához a földszint
tereihez, termeihez, és így a múzeum korábbi fenntartója nem vállalja a további költségeket, nem fedezi a nyitvatartást és az épület rezsijét. Tehát ezzel a nappal veszít Miskolc egy igen népszerű és kedvelt látványosságot, és bizonytalan ideig azt hiszem nem is fogjuk tudni kinyitni ennek a kis intézménynek a kapuit. A görög kompániához tartozó, magtárból átépített lakóház volt egykoron, az az épület, melyben Feledi Gyula neves grafikusunk állandó kiállítása várja a látogatókat, ahová sajnos most nem tudunk kameránkkal belátogatni. Mint ahogy az erdőigazgatóság épületével sem tudunk bővebben foglalkozni, csupán egy megjegyzés erejéig. Az andornaki tufából készült épület a felvidéki késő reneszánsz díszítő elemeit használta fel, s mint ilyen régiónkban egyedülálló. 1954-ben a múzeum munkatársai régészeti feltárást végeztek a Deák tér nyugati sarkában. A járdaszint alatti feltöltött rétegek alól kikerült fém, cserép és éremleletek, a 3 méteres mélységben húzódó falmaradványok építőanyaga minden kétséget kizáróan bizonyította, a középkori Boldogasszony kápolna romjaira bukkantak. A romok fölötti feltöltés jól mutatta, hogy itt egykor piactér, vásárhely is volt. A templomot 1544-ben tűzvész pusztított el. Körülötte az új városrész temetője helyezkedett el. A temető és a kápolna elromosodva a föld alá került, és a romokat feltöltötték, úgymond parkosították. A városban megmaradt kisszámú katolikus lakosság többször tiltakozott, hogy egykori kápolnája helyén a protestáns miskolciak piacteret alakítottak ki. A katolikusok hitük újbóli térhódításának eredményeképpen követelték és visszakapták a telket. Ezen a telken épült fel a 18. század első felében az egykori kápolnától keletre a minoriták rendháza. A kérdéses piactér sorsa azonban még a 19. század végén sem rendeződött. A korabeli újságok éles hangon kritizálták a tér állapotát, amely az időtájt állatvásártér szerepet töltött be. Szarvasmarhák, disznók, bárányok adásvétele zajlott, meglehetősen kifogásolható körülmények között. A megoldáshoz évtizedek múltán nem kis vargabetűvel, majdhogy nem véletlenül kerültek közel a városatyák. 1911-ben pályázatot írtak ki Deák Ferenc szobrának elkészítésére. A beérkezett 5 pályamű közül Gárdos Aladárét pártfogolta a város, és már csak azt kellett eldönteni, hogy márványból vagy bronzból legyen a szobor. Mire elkészült, kitört az első világháború, s az alkotót elvitték a frontra. Felállítását 1917-re tervezték, de még ekkor is kérdéses volt a szobor helye. Szóba került a Városháztér, a Luther, mai Bartók Béla tér, a Népkert és a Zárda tér is. Végül 1925. október 8-án a Minorita téren került felavatásra a szobor. A történet egy tanulságot mindenképpen hordoz. Az egykori városatyákra nem volt jellemző az esztelen kapkodás, a rombolva átalakítás lázas igénye. A miskolciak sem jártak rosszul, a Deák tér gondozott parkjával ma is a város egyik üde színfoltja. Egy későbbi régész generáció talán még abban is bízhat, hogy a középkori templomromokat még egyszer alaposabban is fel lehet tárni, s a nagyközönség számára állandó jelleggel láthatóvá tenni. Némi lokálpatriotizmus és történelem szeretet, no meg egy zsák pénz kell csak hozzá. Miskolc protestáns város, Miskolc katolikus város, Miskolc
zsidó jellegű város, város, mely vallások találkahelye. A fenti megállapítások találóak lehetnek egy-egy korra. Mi, mai elménkkel és bízva egy egyre toleránsabb jövőképben, ez utóbbit tekintjük példaértékűnek, és a város hagyományaival leginkább karakterizálónak. De haladjunk a történelem sodrásának megfelelő időrendben. A luteri reformáció térhódításáig Miskolc ez időtájt 4-5 ezer lakossal döntően katolikus. Erős a tapolcai apátság, áll Mindszent község egyháza, s az avasi Szent István templom a katolikusoké. A reformáció azonban a kálvini irányzat megjelenésével kezdődően úgy 1565-től hihetetlen erővel hatott. A katolikusok, de még a luteránusok is kálvinistákká lettek. Az avasi templom a reformátusoké lesz, a katolikus egyház lényegében megszűnik. Miskolc annyira protestánsá lesz, hogy az egyház ügyeit is a városi tanács intézi. Ez a helyzet egészen a 18. század közepéig fennáll. Szükséges megemlíteni, hogy ez a két évszázad foglalja magában a török világot is, amikor is az iszlám teljes, mondhatnánk, jóindulatú közönnyel viseltetik a protestáns vallási gyakorlattal szemben, s hagyja háborítatlanul működni puritán berendezésű, emberalakábrázolástól mentes templomaikat. A rekatolizáció kezdetén 6. Károly engedélyezte az egykori, az 1497-es levéltári bejegyzésben még említett, később a törökök által feldúlt Mária egyház helyén az új katolikus templom helyének kijelölését és felépítését. Tették le a templom alapkövét a főoltár mögötti falba. Alapítónak a szent életű szerzetes hírében álló P. Kelemen Didákot tekintjük. A templom és a rendház tervező és építője Giovanni Battista Carlone, egri építész. Az építkezés évtizedekig tart, és 1760-ban elnyeri véglegesnek gondolt szerkezetét és formáját. Az 1843-as tűzvész nagy pusztításokat végez, leégtek a tetőszerkezetek, és megolvadtak a harangok. A rendház és a templom helyreállítása során új főoltár és 4 mellékoltár készült. A bejárati rész fülkéiben Szent Klára és Szent Erzsébet, a templomablakok magasságában a ferences templomokra jellemző szentek, Szent Ferenc és Szent Antal szobrai láthatók. Mária Terézia uralkodása idején felerősödött az ellenreformáció. A város lakosai a nyugtalanság és a gyűlölködés éveit élik át. Az apostázia hitelhagyás vétségét elkövetőket börtönbüntetéssel fenyegetik. A protestáns városi vezetés egységét hatalmi úton igyekeznek megtörni. A céhek vezetésébe és a városi tanácsnokok közé a többség akarata ellenére katolikusokat hivatalból betétetnek. Mária Terézia 1755-ben kelt levele megerősíti a protestánsokat eddigi szerzett jogaikban, de egy évtized elteltével Grasalkovics Antal kamarai helytartó meginti Miskolc népét a botránk hoztató gyűlölködésért. A rekatolizáció II. József türelmi rendeletével erejét veszti, majd a század végére teljesen megszűnik, és az engesztelhetetlen gyűlölködést a békés együttműködés váltja fel. A katolikusok lélekszáma az 1880-as népszámláláskor haladja meg először a reformátusokét, akiket a Bach korszakban azzal próbálnak meg térdre kényszeríteni, hogy megvonják a protestáns egyházak autonómiáját. A tiltakozás azonban felekezeti hovatartozástól függetlenül országos méretű, így Tunkancellár kénytelen visszavonni a császári parancsot. A templom alapító minorita rend a pálosokkal szemben az oktatás privilégiumát is elnyeri, és megkezdődik a templom melletti területen
a katolikus iskola építése. Az első sövénnyel bekerített tapasztott falu házacskában minorita tanárok elemi ismeretekre, később grammatikára, szintaxisra oktatják az ifjúságot. Több ideiglenes épület után 1777-ben épül fel az új gimnázium, amelyben az ezében megjelent ráció educationis szellemében már 5 osztályban folyik a tanítás. Átvéve a jezsuita gimnáziumok gyakorlatát, a minoriták gimnáziumában színi előadásokat is rendeztek. A latinul, de ha nagyobb közönségre akartak hatni, magyarul előadott színművek, vallásos, történelmi és alkalmi darabok voltak. Időnként a Városháza nagytermében tartották az előadásokat, melyeket a szülőkön és a növendékeken kívül a város és a megye értelmisége is végignézett. 1791-ben világi tanárok veszik át a tanítást, majd a miskolci katolikusság kérésére ismét minoriták látják el az intézet vezetését. 1807-ben 6 osztályos lesz az iskola. A grammatikai osztályokban magyar nyelven, a többiekben latinul tanítanak. Az épület nehezen viseli el az 1843-as tűzvész és az 1878-as árvíz pusztításai. 1852-től az elemi osztályokat megszüntetik, így 4 osztályos lesz a gimnázium. 1886-ban Trefort Ágoston minisztériumi, azaz állami hatáskörbe vonja az intézményt, megköszöni a minoriták másfél évszázados szolgálatait, elrendeli a rendtagok visszahívását és az irattár átadását. A ma látható épület 1910-11-ben készül el. A megnövekedett létszámú diákság oktatási feltételei ezzel jelentősen javulnak. Az 1924 évi 11. törvénycikk 3 iskolatípust hoz létre. Gimnázium, reálgimnázium és reáliskola. Az intézmény megmarad görögöt tanító iskolának, tehát gimnáziumnak. A névadásra 3 lehetőséget kínál a minisztérium. Szent István, II. Rákóczi Ferenc és Fráter György közül lehet választani. A város ez utóbbi mellett teszi le a voksát, így aztán 1949-ben az egyházak elleni támadások kezdetén új nevet kell választani. Földes Ferenc, kommunista újságíró, a munkásmozgalom mártírja nevét veszik fel. Az azóta eltelt 44 év a sors iróniája folytán valami különlegesen egyedit produkált. A névadó személye szinte az ismeretlenség homályába merült, a nevét viselő intézmény azonban fogalommá vált. Ismertsége országosan és határainkon túl is széles körű. Így sokszorosan visszaadt névadójára, mint egy halhatatlanságot ígérve és kiemelve hasonló életpályájú harcostársai és elbarátai közül. Shakespeare-i fordulatokra nem csak Shakespeare képes, mondhatnánk nagy bölcsen. Igazán bölcs előrelátást azonban a város és az iskola vezetés tanúsított, amikor nem rohant hanyathomlok a bölcsebbnél és bölcsebb névváltoztató pózában tetszelegni. És ez így van jól. Egy gondolat erejéig visszatérve az egyházhoz. A minoriták temploma és rendháza vendégszeretetét élvezi évek óta 3 lengyel szerzetes, Marek Kocon, Pavel Cebula és Bogdán Adamcsik, akik testvéri hitbuzgalmukat magyar katolikus hívők között fogják a jövőben kifejteni. Záróképsoraink ez év tavaszán történt felszentelésük alkalmával készültek. Ezzel búcsúzunk, és ígérjük, nem sokára újabb sétára fogjuk invitálni önöket. Signum audi novitatis, crede tantum et estatis, non est cui facultatis, solvere cor filia. Grande signum et in signa, est in robo,
Szép miskolci film után még a városhoz kapcsolódó közlemény. Miskolc város önkormányzata értesíti városunk polgárait, hogy az évi közmeghallgatásra november 27-én szombaton 9 órától 14 óráig kerül sor Miskolcon a Bábszínház elsemleti nagy termében a Kossuth utca 11 szám alatt. Kérjük a lakóközösségeket, kollektívákat, körzeteket, intézményeket érintő közérdekű városunk életével, működtetésével kapcsolatos észrevételeiket szíveskedjenek lehetőség szerint írásban november 19-ig a polgármesteri hivatalba eljuttatni. És még egy közlemény, ezt a Miskolc városi rendőrkapitányság adta ki. Az utóbbi hetekben Miskolc város területén elszaporodtak a magánlakások sérelmére elkövetett betöréses lopások. Kérik a lakosságot, hogy értéktárgyaik védelmében tegyenek meg mindent, erősítsék meg a nyílászáró szerkezeteket, használjanak riasztókat, valamint kérik a lakótársakat, amennyiben a lakókörnyezetükben gyanús mozgásra, idegen személyek megjelenésére figyelnek fel, akkor soron kívül hívják a 07-es ügyeleti telefonszámot. 7 óra múlt, 2 perccel most reklámblokkunk következik. Kamion. Gördülékeny szolgáltatás. Legyen egy bankja, ahol a pénz dolgozni kezd. Kereskedelmi bank. Inkább pénzét gyarapítsa. Mezőbank kamatozó jegy.
figyelmükbe ajánlom még az Északi Apró ingyenes hirdetési újságot. Ezt az újságot egyébként a Zamenhof utca 1 szám alatt találhatjuk meg, és ingyenesen, ahogy említettem, hirdetni lehet ebben az újságban. A miskolci közismert Kazinci könyvesboltban könyvklub tagságot szerezhet a betérő vásárló. Hogy mi a célja a Magyar Könyvklubnak? A Magyar Könyvklub másfél éve létrejött képződmény a magyar könyvkiadásba és kereskedelembe. Alapvető célja az, hogy egy speciális értékesítési formával, a katalógussal juttasson el könyveket a magyar családokhoz, a magyar megrendelőhöz. A cél az, hogy jó minőségben, általában kemény kötésű könyveket értek ez alatt, jó minőségű papíron, közkedvelt külföldi és magyar szerzőket a családnak, a család minden tagjának biztosítson. Előny az még, hogy aki a Magyar Könyvklub tagjává válik és nálunk vásárol, az olcsóban is kaphat bizonyos könyveket. Ki lehet a klubnak a tagja? A klubnak a tagja az lehet, aki akár itt a helyszínen, most Miskolcon, a Kazinci könyvesboltban, ahol most ez a taktobozó akciónk egyik állomása folyik, akár a klub által kiadott negyedéves katalógus jelentkezési lapját beküldi a klubhoz, jelentkezik és tag kíván lenni. Ha ezt kinyilvánítja, akkor kap egy tagszámot, egy klubszámot, tagsági számot, amely alapján rendszeresen meg fogja kapni a negyedévente megjelenő katalógusunkat. Elárulta nekem azt is, hogy egy Mercedes-t is lehet nyerni. Hogyan? Igen, hát most az alapvető célunk az, hogy jelentősen növeljük a klub taglétszámát, és ezért az ország minden pontján, akár az újságokban, akár így is, könyvesboltokon keresztül is tagokat toborzunk. Aki a jelentkezési lapját beküldi és rendelés pillanatok alatt könyvet, gyorsan most könyvet, az a december 13-ai sorsoláson részt vesz, amelynek a fődíja egy Mercedes, azt hiszem 190-es típusú vadonatúj gépkocsi lesz. Evel akarjuk ösztönözni, hogy hát ne csak a kultúrát szeressék, hanem esetleg emellé kapjanak egy gépkocsit is, amivel azokat a tájakat esetleg fölkereshetik, amik a mi könyveinkbe szerepelhetnek. Könyvek után a hölgyeknek kedvezünk. Az őszi frizuradrivat, az új gyantázási eljárás, a műszempilla szemhéra helyezésének kulisszatitkai kerültek bemutatásra a Batóházban megrendezett divat bemutatóval egybekötött fodrász és kozmetikai show-n. Milyen ötlettől vezérelve szervezték meg ezt a mai divat bemutatóval egybekötött fodrász és kozmetikai show-t? Immár hagyományosan Borsod megyében a fodrász kisiparosokat összeverbúváljuk egy ilyen divat bemutatóra és frizura fesztiválra, ahol az új divatirányzatokat, az új elkészítési módokat, anyagokat, szerszámokatkal ismertetjük meg a kollégákat. Mi a szakma krémje, járunk Pestre, ott megnézzük a pesti kollégákat, akik viszont a nemzetközi versenyekről hozzák haza az új divatot. Mi ott megnézzük, hazahozzuk és itt átadjuk szeretettel és szívesen a kollégáknak. Mi az új frizura divat, illetve mi lesz jövőre? A frizura divat minden, ami jól áll a vendégnek. Elsősorban is feladatunk, hogy fejre szabott frizurákat készítsünk. Divat a merészen rövid fiataloknak, a játékos fél hosszú, és a hosszú, egyenes hajú vendégeket céloztuk most újabban meg. Visszajönnek a 60-as évek konydivat irányzatai. Nem divat a hosszú, egyenes haj, hanem kontyot és kontyot kell fésülni. Melyek az új divatszínek? Divatszínekben a vörös minden árnyalata. A világostól az egész feketés árnyalatba átmenő szilva, kékes, vöröses árnyalatig, ami csak vöröses és meleg szín, mind divat. Vége a hamvasított ezüstös hajdi színdivatnak, hanem a vörös minden árnyalata. Az már, hogy ki melyik árnyalatot hordja, az hajtípustól, arctípustól, karaktertől függ. Milyen frizura készül például a te hajadból? Az enyémből egy olyan frizura, amit minden nap lehet hordani. Tehát kicsit alkalmi, de nem szokványos. Az enyém alkalmi. Hát mindenféle
estére vagy ilyesmire alkalmi. Vannak-e új technikai eljárások a kozmetikában, amelyek segítik a kozmetikust munkájában? Igen, megemlíteném, hogy forradalmat jelent a gyantázás területén a gyantázógép, ami itt a bemutatón meg is fogjuk mutatni a kollégáknak. Milyen előnyei vannak ennek az új gyantázógépnek a hagyományos gyantázási eljárással szemben? Előnyei, hogy tisztában tudunk vele dolgozni, még a régi gyantánál fel kellett főzni a gyantát, és hát a kozmetikában az illat az nem igazán volt megfelelő. Ezzel tisztában tudunk dolgozni, allergiát nem csinálunk, és gyorsabban le tudjuk szedni a szőrszálakat. Ezt úgy csináljuk, hogy csíkokba tesszük fel például a lábon, és egy gézzel a szála irányával ellentétesen szedjük le. Mennyiben másak és jobbak-e a természetes alapanyagú kozmetikumok, mint az eddigiek? Sokkal, azért, mert olyan anyagot nem tartalmaznak, ami például allergiát okoz. Lényegében most, ha megnézzük, majdnem minden második ember allergiás betegségben szenved. Tehát ezek a pakolások olyanok, amit ezt biztos, hogy nem fog okozni. Ezen kívül ránctanító hatásuk van, gyulladás csökkentő, sorolhatnám még tovább. Ma Magyarországon nagyon nehéz a gazdasági helyzet. A nőknek van-e keretük arra, hogy teszem azt, havonta kozmetikába járjanak, és ne csak egy szemöldök szedésre? Ez nehéz most, nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy mindenki érzi ezt a pénztelenséget. De még mindig azt mondom, hogy lehet olyan anyagokkal dolgozni, amit ki lehet fizetni. Milyen időközönként jár fodrászhoz, kozmetikushoz? Hát, mivel hosszú hajam van, ezért ritkábban. Nem, mivel most már házi fodrászom van, így hetente. Hogyan lehet anyagilag bírni ezt? Van-e rá keret? Nehezen, mivel én egyetemista vagyok. Oda, hogy mit meg nem tesznek a hölgyek, hogy nekünk férfiaknak tetszenek. A Tudomány és Technika házában bárki tanácsot kérhet és kaphat a szépség és egészség kiállításon, a fodrász és kozmetikai bemutatókon, ahol fantasztikus kedvezményekkel, rendkívüli akciókkal várják az érdeklődőket november 5-e és 7-e között naponta 9-től 19 óráig. Közeleg a karácsony, ha szeretné igazán meglepni hozzátartozóit, javasoljuk, térjen be az Iparcikk kereskedelmi áruházba. Hogyan készül az Iparcikk kereskedelmi áruház Kft. A karácsonyra? Hát 1992-es évet figyelembe véve, amikor elindítottunk egy úgynevezett különböző cégeknek az árubemutatóit, 1993-ban is szeretnénk folytatni. Kimondottan olyan cégeket invitálunk meg áruházunkba, akik jelen is vannak, és így esett a ITT Nokia cégre az első számú bemutatkozás. Szeretnénk minőséget, megbízhatóságot és garanciát felső fokon bemutatni, így a ITT Nokia cég, a Selectronic Kft. Magyarországi gyára, itt szerelik össze a készülékeket, 2 plusz 2 év garanciát biztosítanak a televízió készülékekre. Egyedüli cég Magyarországon, aki a képcsövekre is 4 év garanciát vállal. Milyen árkategóriában helyezkednek el az ITT Nokia termékei a többihez viszonyítva? Hát nem a legolcsóbb, és mondhatom nem is a legdrágább kategóriába. Én úgy ítélem meg, hogy egy nagyon erős középkategóriába. Az a plusz ezresek, illetve úgy mondom, hogy 1000 forintok tükröződnek a garanciális megváltásba. Én úgy érzem, hogy az a minőség, amit produkál a cég, az magyarországi viszonylatban elérhető árakon vannak. Északtej RT nevet választott az átalakulást követően a megyei tejipari vállalat. Az új cég új termékeivel naponta találkozhatunk a boltokban. Milyen újdonságokat kínál most az Északtej részvénytársaság? Gyakorlatilag 1992-ben egy új útra léptünk, ahol elkezdtük a gyártmányainkat fejleszteni egy hosszú álmos csend után. Ennek a munkának az első három terméke volt a
a homogénezett tejdobozban a krémtejfölünk, ami hosszú szavatosságú, és a fickós aludtej. Az idén, amit fejlesztettünk, a krémtejfölünk megjelent 2 deciliteres kiszerelésben, megváltoztattuk, korszerűsítettük a kefirünk csomagolóanyagát, és most a napokban jöttünk a kereskedelembe az új kakaónkkal, a csokis ízű kakaós tejjel. Ez az idei év termése. Az új kakaónknak alapvető előnyös tulajdonságai azok, hogy kevesebb a cukortartalom, mint tudjuk, Magyarország egyébként is a nagy cukorfogyasztó nemzetek közé tartozik, ezen próbáltunk meg egy kicsit korrigálni. Az íze mégsem lett kevésbé édesebb, ezt édes tejszínnel próbáltuk meg korrigálni, ezt a cukorcsökkentést. Jobb minőségű kakaóporból készítettük, és hogy az íze teltebb legyen és kellemesebb, egy kevés csokoládé aromát is tettünk bele. A zsírkiválást azzal akadályoztuk meg, hogy a benne lévő tejszínt homogénezzük, így nem ragad az acskók oldalára, és kevésbé ülepszik benne a kakaó. Talán emlékszünk még a régi kakaókra, ahol az acskó oldalára odaragadt az a kevés zsír, ami benne volt, és állandóan leülepedett a kakaópor. Ezzel kapcsolatban egyébként talán a fogyasztóink ismerik is ezt a játékos tesztet, vagy kérdőívet, amelyről örömmel elmondhatom, hogy 10 000 példányban bocsájtottuk a kereskedelembe, illetve fogyasztóink részére, és több mint 3 000 érkezett vissza belőle, ez egy igen szép eredmény. A tesztlapon lévő első kérdés, jobbnak találja-e az új kakaót a hagyományosnál, 90%-ban igen választ kaptunk. A gyártmányfejlesztés gondolom nem áll meg a tejiparnál. Milyen új termékek várhatók a jövőben? A jövőre nézve sok tervünk van, és küszöbben álló új termékeink is vannak. Ezek közül talán a látványosabb részét hadd mutassam meg. Ez egy új formátumú pohárba szerelt, a hagyományos Hernád túrókrém család felújított változata, a jobb minőségű gyümölcsadalékkal, hosszabb szavatossággal remélhetően, és valamivel kedvezőbb árban tudjuk, és hát ezzel a kedves figurával a fogyasztóink rendelkezésére bocsájtani. Nem feledkeztünk el azokról a nagy felhasználóinkról sem, akik az üzemi konyhákban dolgoznak. Számukra a kannás tej kiváltására egy 5 literes kiszerelésű, könnyű és könnyen kezelhető és nagyon strapabíró zacskót fogunk forgalomba hozni, illetve ebben a zacskóban fogjuk forgalomba hozni a tejünket. Remélhetően ez is olcsóbb lesz, mint a kannás. Bár erre ígéretet nem tudok még tenni, mert kalkulációink erre nézve még nincsenek. Következő egy percben egy különlegességről lesz szó, nem árulom el, hogy miről. Biztos hallották már azt a történetet, amikor az idős paraszbácsi először látott az állatkertben púpos tevét, és az első reagálása az volt, hogy ilyen állat nincs is. Nos, majdnem mi is így jártunk, amikor kaptuk a hírt. 32 kilós karalábé termett a sajószentpéteri nyugdíjas Nagy Antal konyha kertjében. Aztán saját szemünkkel is meggyőződhettünk arról, létezik az óriási karalábé, ugyanis a tulajdonosa Máltai Szeretetszolgálat miskolci konyhájának ajánlotta fel a monstrumot. Ha valaki azt hinné, hogy trükk az egész, tessék, nézzék meg mellette a 3 kg 15 dekás kis testvért, ez sem mindennapos darab. A 92-es Guinness rekordok könyvében nem találtunk ekkora méretű karalábét. Lehet, hogy a sajószentpéteri óriás bekerül majd a rekordok könyvébe? Ebből a karalábéból egyébként 100-an ettek főzeléket csütörtökön. A héten ünnepeltük az idősek hetét. A programok összegzéséről készült a most következő beszélgetés. Hány főt érintett az idősek hetének rendezvénysorozata? Itt ebben a gondozási központban 63 klubtagunk az, aki részt vesz rajta, illetve hát meg lett hirdetve a házi segítségnyújtásban, szociális étkeztetésben résztvevő időseink számára is, tehát ez összesen 260 személy, de természetszerűleg a helyiség nem biztosítja azt, és nem teszi lehetővé, hogy mindannyian itt részt vegyenek, úgyhogy volt, aki az őt érdeklő programra jött, volt, aki inkább csak a többiek elbeszéléséből értesült róla. Az anyagiakat hogyan tudják
előteremteni egy ilyen műsor sorozatra? Hát az intézmény költségvetésében, mert ugye a Területi Szociális Gondozószolgálat egy intézményéről van szó, az intézmény költségvetésében mindig is félre van téve az időskorok ünnepi hetére egy csekély összeg. De mindenképp számítunk, és örömmel mondhatom, hogy segítségre találtunk a vállalatokban különböző, meg kell említenem a tejipari vállalatot, sütőipari vállalatot, illetve hát vállalkozók adományait, akik természetben járultak hozzá ahhoz, hogy ezeken a rendezvényeken az uzsonnát, a délelőtti teját és egyebeket elő tudjuk állítani. Az idősek hogy fogadták a mostani rendezvényt? Hát ennek már hagyománya van, hát több évre, évtizedre visszanyúló hagyománya van az időskorak ünnepi hetének. A régóta ellátásban részesülők már természetesnek veszik, és az előző évek tapasztalata kapcsán újabb és újabb ötletekkel segítik. A nemrég hozzánk került klubtagok pedig hát várakozással és kíváncsisággal, de mindenképp örömmel és szeretettel. Mára megköszönöm figyelmüket, és amíg a stáblistát látják, elmondom, hogy sugárzott adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, de ezt az adásunkat ismétlésben hétfőn este 7 órától az Avasi lakótelepen, kedden 6 órától pedig a belvárosi kábelrendszeren láthatják. Visszatekintve még az elmúlt egy órára, röviden arról, hogy szóltunk, visszajött Miskolcra az Aero Caritas mentőhelikoptere. Filmet láthattak a gyógyszertárak privatizációjáról, valamint a Miskolc történetét feldolgozató sorozatunk került adásba, de jó tanácsokkal szolgáltunk a hölgyeknek is az őszi frizuratívathoz, és egy pár perc erejéig visszatekintettünk a privát profit autóversenyre is. Holnap a halottainkra emlékezünk Minden Szentek napján, de valószínű, hogy már a mai napon sokan kilátogatnak a temetőkbe. Ördög Tibor kollégám segítségével, sajátos képi eszközeinkkel emlékezünk halottainkra. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Bocsásd be az éveket, mikor nem voltam veled, és adj erőt, és adj időt, hallgasd meg újra e dalt. És adj erőt.